Az UNESCO végrehajtó tanácsának 58 tagja van, és közülük 32-en már elismerték Koszovót, ezért ezek valószínűleg elfogadják a tagfölvétel napirendre tűzését, mondta Tanászkowicz. Alexander Vucic kormány fő levelet intézett az UNESCO tagállamaihoz, amelyben aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy Koszovót esetleg felveszik-e nemzetközi szervezetbe, rámutatva arra, hogy a nemzetközi jog ez nem megalapozott, Szerbia részéről pedig teljesen elfogadhatatlan. Az 1244-es ENSZ határozat értelmében Koszovó és Metóhia Szerbia területének a része és az Egyesült Nemzetek Szervezetének irányítása alatt áll. Koszovót a nemzetközi jog szerint nem lehet önálló államnak tekinteni, ezért nincsenek is meg azok a feltételek, hogy teljes jogú tagja legyen az UNESCO-nak.